Üdvözlöm Megkovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. A mai napon kerül sor Karcagon az önkormányzati időközi választása. Miért fontos ez a település és a térség életében? Egy város, egy nagy tradícióval rendelkező város nem maradhat vezető polgármester nélkül. Az elhunyt Dobos László után új vezetőt kell választani, és én azt gondolom, hogy Szepesi Tibor az egész város bizalmából már ma este polgármester lehet, és folytatódik az a munka, amit már itt Karcagon több mint 30 éve elkezdtünk. Az ötös számú egyéni választókerületben is szavazásra kerül a mai napon sor. Miért fontos ez? Fontos az, hogy mind a 8 egyéni választókerületnek képviselője legyen, hogy a városrész problémáit meg tudja oldani a képviselő. Én azt gondolom, hogy dr. Pintér Zoltán személyében egy kitűnő tudós tanárt indítunk ebbe a körzetbe, és jól fogja végezni azt a munkát, amit a választók, amit a karcagiak elvárnak tőle.